ünnepséget megkezdjük. Kérem, énekeljük el közösen a himnuszt. Kedves vendégeink, tisztelettel köszöntöm Önöket a Pécs-Baranyai Kulturális Szövetség, a Határokon túli Magyarságért Alapítvány, valamint helyi partnere a Fülep Lajos Művelődési Központ nevében. Köszöntöm a szövetség elnökségét, a szövetség tagjait, Zádori János, Pécsváradváros polgármesterét, a helyi képviselőtestület tagjait, az önkormányzatok intézményeinek képviselőit, vezetőit, a Nemzeti Művelődési Intézet Baranyai Irodájának munkatársait, valamint a kulturális szervezetek és intézmények képviselőit. A Pécs-Baranyai Kulturális Szövetség idén 28. alkalommal rendezi meg a Magyar Kultúra Napja Baranyai ünnepét. Kölcsei így írt 1837-ben: meleg szeretettel függj a honny nyelvén, mert haza, nemzet és nyelv három egymástól elválaszthatatlan dolog. S ki ez utolsóért nem buzog, a két elsőért áldozatokra kész lenni nehezen fog. Tiszteld és tanuld más mivel nyelvét is, de soha ne feledd, miképpen idegen nyelveken tudni szép, a hazait pedig lehetségeség mívelni kötelesség. E gondolatok után szeretném felkérni Pécsváradváros polgármesterét, Zádori János urat, hogy házigazdaként köszöntse a megjelenteket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, engedjék meg, hogy köszöntsem Önöket Pécsváradváros és jó magam nevében. Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy a szövetség Pécsváradot választotta a soron következő ünnepének. Köszönjük azt, hogy ennyien eljöttek és megtisztelték ezt a rendezvényt. Kultúra, magyar kultúra. Mit is jelent ez? Ugye ezt minden egyes ünnepen próbáljuk megfogalmazni, viszonylag nehéz, főleg egy-két percben, de egy biztos, hogy a magyar kultúra a kultúra az, ami bennünket magyarrá tesz határon belül és határon kívül. A mai politikai életben nagyon fontos az, hogy ki kell hangsúlyozni, hogy a magyar kultúra nem több, és nem is kevesebb más kultúránál. Fontos az, hogy minden olyan ember, akinek módjában van, ápolja, védje ezt a kultúrát. Erre egyre nagyobb szükség van, hiszen a multikulti szó ma már egyre többször hangzik el, ami kicsit sejteti azt, hogy a magyar kultúrának is valamilyen szinten igazodni kell más kultúrákhoz, de ami nagyon fontos, hogy nyilván mivel egy unió tagjai vagyunk, amellett, hogy ennek eleget teszünk, a magyar kultúrának, annak minden ágának meg kell maradni magyarnak. A mai nap köszönetet mondunk mindenkinek, aki azért tesz, hogy a kultúra, a magyar kultúra megmaradjon, aki védi ezt, dolgozik érte. Nagyon sok magyar szakember, közember dolgozik munkaidőben, állásaként és foglalkozásaként a kultúráért, de nagyon sokan vannak, akik munkaidőn túl tulajdonképpen önszorgalomból is végzik ezt a munkát. Ezen a napon kicsit nekik is meg kell, hogy köszönjük ezt a munkát, és bízok abban, hogy a mai nappal, a mai ünnepséggel is méltón emlékezünk erre a szép napra, 1823-ra, amikor Kölcsei a kéziratát befejezte, és létrejött egy olyan mű, ami igazándiból, ha le van fordítva idegen nyelvre,
sok mindenkinek sok mindent elmond, de minden magyarnak magyar nyelven olyan üzenetet küld, amit csak mi értünk, és mi fogunk érteni, és itt jön a mi feladatunk, hogy ezt a gyermekeinek át kell adni, mert őnekik is meg kell érteni, hogy mit üzen a himnusz, és hogy a himnuszban az egész magyar élet, a magyar történelem, bár rövid költemény, mégis tartalmaz mindent, ha jól belegondolunk. Én köszönöm szépen még egyszer, hogy elfáradtak a lehetőséget, hogy köszönhetem önöket, és a mai naphoz mindenkinek jó szórakozást kívánok. Köszönöm szépen! Mi is köszönjük szépen polgármester úr szavait, és most felkérem dr. Zeller Gyula urat, a szövetség elnökét, hogy ő is mondja el gondolatait az ünnephez kapcsolódóan. Tisztelt polgármester úr, tisztelt testületi tagok, kedves vendégeink, illetve hát furcsa ezt a szót mondanom, hogy vendégeink, hiszen mi itt vendégek vagyunk. Én azt gondolom, hogy kevés alkalmasabb hely lenne a Magyar Kultúra Napjának megünneplése kapcsán Pécsváradnál. Hát ha valamelyik baranyai település része a magyar kultúrának több mint 1000 éve, hát az pont Pécsvárad, és hát nem csak a magyar kultúrának, hanem annak a magyar kultúrának, ami már akkor az európai kultúra része volt, hiszen hát gondoljunk arra, hogy itt ugye Asztrik az első apát cseh névén, Rómába járván, és így tovább, benne volt az európai vérkeringésben, tehát nem volt akárki. Természetesen ez a 30. alkalom, 30. év, amikor a Magyar Kultúra Napját megünnepeljük, és hát az ember ilyenkor egy kicsit távlatosan próbál gondolkodni előre is, meg visszafelé is. És én azon gondolkodtam, hogy ilyenkor általában azról szoktak a beszédet mondók értekezni, hogy a himnusz milyen üzenetet hordoz. Én azt gondolom, hogy a polgármester úr jól összefoglalta ezt, tehát azt mondhatnám, ezt a topikot, ezt a témát lelőtte előlem, úgyhogy én egy más gondolatot szeretnék kifejteni. Mégpedig azt, hogy a kultúra azért fontos, mert ez őrzi meg tényleg a nemzetet, ez őrzi meg tulajdonképpen a magyarságunkat, és én azon gondolkodtam itt, hogy mit teszünk mi azért, hogy ez a kultúra ez megmaradjon. Ez a kultúra, ez mindennél erősebb. Én azt szoktam mondani, hogy tulajdonképpen, amikor a gyerekekkel megtanítjuk a történelmet, akkor megtanítjuk velük a csatákat, megtanítjuk velük az uralkodókat, de igazából egy-egy korból sokszor a kultúra marad meg csak bennünk, mert ez a legerősebb. Ki tudná megmondani, hogy ki volt a salzburgi érsek Mozart korában? Senki. Már bocsánat, biztos van valami nagyon vágyfül önök között, aki ezt meg tudná mondani, de hát ez a kultúra örökebb és erősebb, mint azok a ninivei hatalmak, amelyek gyakran a működését befolyásolják vagy akadályozzák. Én azt gondolom, hogy a kultúra elválaszthatatlan a műveltségtől. És ezt a műveltséget nyilván az iskola és azok a közösségek adják át, amelyek egy ilyen művelődési házban is működnek, és igazából talán kibújik belőlem a tanár vagy az egyetemi oktató, még ha lassan nyugdíjba megyek akkor is, hogy azon gondolkodjak el, hogy mit adunk mi át a következő generációknak, vagy mit kellene átadnunk a magyar kultúrából. És idefele jövet egy riasztó számra gondoltam, arra gondoltam, hogy azok a egyetemisták, akik majd belépnek az idén 18 évesen ugye új tanulmányaikat megkezdve ugye az egyetemek kapuim, azok, és most kapaszkodjon meg mindenki, körülbelül 2070-ben fognak nyugdíjba menni. Nekem nem lesz velük már gondom, tehát nem önös érdek vezérel, amikor erről próbálok értekezni, csak arra gondolok, hogy 2070-ig mi minden fog történni a világban, és mi minden védheti meg azt, hogy ők magyarok maradjanak, hogy ezt az országot megfelelő szinten fenntartsák, működtessék. És ugye azt érzem, és ezen egy kicsit elszomorodok, hogy minthogyha a világban és Magyarországon is, és meg ne sértsek senkit ezzel, egyfajta ilyen gépész szemlélet kezdene el uralkodni,
minden a mérnök és minden a számítástechnikus, és elmaradnak azoknak az értékeknek az ápolási tevékenységei, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak, amelyek én azt gondolom, hogy a kultúrának a lényegét adják. Tehát a humán értékek, a művészetnek, a zenének, a filozófiának és így tovább az ápolásat, amelyek én azt gondolom, hogy az emberi élet tevékenységének a legmagasabb fokai. Persze hát nyilván mindennek vannak politikai konnotációi is, például hát nyilván a filozófia az egy nagyon veszélyes terület minden politikai hatalom számára, filozófiai eszmékért az emberek harcba mentek, legyilkolták egymást, a polipropilénekért még soha. Tehát nyilván egészen más és békés területeket lehet találni, ahol hát hangsúlyozottan fejlődnünk ellene. Én közgazdászként egyet szeretnék azonban elmondani, hogy mindazok az értékek és mindazok a gondolkodásmódok, amelyek a kultúrából fakadnak és a kultúra hátterével adják meg a műveltségünket, ezek sokkal fontosabbak gazdaságilag, mint első pillanatra gondolnánk. A 21. században mindannyian tudjuk, és az elkövetkezendő évtizedekben az innováció lesz a legfontosabb eszköz, amivel egy gazdaság versenyezhet. Na most azokat, akiket csőre töltött ismeretekkel látunk el, akiknek nincsenek kritikai ismeretei, azok nagyon nehezen fognak ebben a világban eligazodni, akik a kultúra és a műveltség révén nem rendelkeznek megfelelő értékekkel, amely alapján a sok hamis és ostoba információból kiszűrjék azt, ami igazán fontos, ami előre visz bennünket, ami megtart bennünket. Azt hiszem, hogyha ezt nem adjuk át a következő generációnak, akkor nagyon nagy bűnt követünk el a magyarsággal szemben. Talán nagynak, vagy hogy mondjam, túl hangzatosnak tűnnek ezek a szavak, de én valóban azt hiszem, hogy a legfontosabb az lehet, hogyha ezt a műveltséget, ezt a kultúrát, ezt a hagyományt, amit ez a nemzet több mint egy évezred alatt felépített, megvalósított, ezt próbáljuk átadni a generációknak. És hát nyilván az iskola, az nagyon fontos ilyen szempontból, de hát fontosak a kisközösségek, a család is. És fel kell tennünk a kérdést, hogy azokkal a kulturális értékekkel hogy sáfárkodunk, amelyek a legnagyobbaknak tekinthetők. Fel kell tennünk a kérdést, hogy mondjuk a zenei értékeinkkel hogyan sáfárkodunk. Tehát olyan dolgok, mint a Kodály módszer, miért tűnnek el a magyar oktatásból gyakorlatilag, és miért japánok jönnek ide, ugye csodálkozva, hogy hát ennek a módszernek az őshazájában igazából nem műveljük ezeket a dolgokat. Miért tűnnek el a közismereti tárgyak az iskolákból? Ez bizony nagyon komoly, és én ezt egy nagyon komoly kulturális veszélynek érzem, hogyha csökken az irodalomórák száma, nincsenek képzőművészeti órák, nincsenek zeneórák, mert hát ezek azok, amelyek én azt gondolom, hogy a kulturális hátteret adják. És nem feltétlenül a magas kultúra, amivel úgy tűnik, hogy elég jól állunk, és az ország tépen szépen halad ezen a téren, hiszen hát egyre több kulturális intézményt építünk, egyre több kulturális intézmény, egyre több nézőt vonz, és így tovább, tehát ezekkel a számokkal semmi probléma nincsen. Én inkább a hétköznapok szöveteiben látok olyan gondokat, amelyeket talán érdemes lenne közösen megbeszélni, és megpróbálni túllépni a problémákon. No, lehet, hogy egy kicsit pessimistára sikeredett ez a gondolatmenet ma, de hát ahogy az ember idősödik, úgy egyre inkább borúsan látja a világot, valószínűleg 18 évesen nem is mondta volna itt beszédet, vagy más beszédet mondta volna. De azért én azt gondolom, hogy az, hogy önök itt vannak, és ennyien jelen vannak ezen a mai ünnepségen, és hogy annyi kitüntetést tudunk átadni, és elismerni. Én azt hiszem, hogy ez azért bizonyítja azt, hogy van remény. És pontosan egy olyan településen, mint Pécsvárad, amely hát egy kicsit azért magában hordja a magyar történelmet is, hiszen gondoljunk ide abba bele, hogy
Hát ugye, ha jól tudom, innen volt kitelepítés, ide volt betelepítés, lakosságcsere, minden volt itt. Kicsiben tulajdonképpen a magyar világ kozmosza megjelenik Pécsváradon. Mindenki hozta a magyar tradíciókat, hozta azokat az értékeket, amelyeket a különböző országrészekben megőrzött, és ebből lett egy fejlődő, modern, és azt gondolom, hogy több tekintetben sikeres város. És remélem, hogy ez a siker a kultúrában is megmarad, és a következő generációk is sikeresek lesznek. Köszönöm szépen a figyelmet! Nagyon szépen köszönjük Elnök úr tartalmas és elgondolkodtató szavait. Most pedig a pécsváradi szivárvány német nemzetiségi óvoda és bölcsőde nagy csoportosai következnek. A Napocska csoportba járó gyerekek Bartos Erika kortárs írónő verseit szavalják el, a Csiga-biga csoportosok pedig téli versekből állítottak össze egy kis csokrot. Messze virít répa orra,
csakosáját vígan hordja, éj fekete szín a szeme, vasfazék a cilindere, fülégér munkás szája, a hófúvást büszkén állja, egy cseppet sem didereg, jól bírja a hideget. Söprűnyél a sétapálca, hómezőket azzal járja. Halkan szól a nyivákolás, három vékony hangocska. Elférnek a tenyerembe, pihen puha szervesek. Gyenge nyakuk alig bírja tartani a nagy fejet. Anyuk mellett fészkelődnek, meleg tejre éhesek. Kinyílt már az apró szemük, csodálják a kék eget. Álmában a három macska édes dedendorombol, zörgő, morgó szuszogású, messze száll a dobozból. Édesanyja szoknyájában billengettem magamat, csatjaival tele tűzömgás tenyerszín hajamat, korona és pöttyös fátyol tűnök el a fejemet. Magas sarkú cipellőben lépegetek nehezen, nyakamba egy öncsot rakok, színes, mint a szivárvány. Anyu, apukámnak én vagyok a legeslegszebb királylány. Karacsintalás szebédre, kedvencem a kakaós, csoki krémes, vaníliás, fahéjas és magyarós. Túróval is megtölthetjük, tegyünk bele mazsolát, szólhatunk ráli biszkét is, mákot, diót, mandulát. Mama süti, de ha kész van, én töltöm meg ügyesen. Feltekerem és a tára egymás mellé leteszem. Addig eszem, amíg bírom, kipukkadok estére. Szeretem, ha együtt sütünk palacsintát ebédre. Hogyha egyszer felnőtt leszek, három vödör fagyit veszek. Meg is eszem azon nyomva, mind elfér a pocakomba. Hogyha egyszer felnőtt leszek, repülőt is vezethetek. Száguldok a felők között, elbújok egy csillag mögött. Hogyha egyszer felnőtt leszek, mennyi mindent megtehetek. Késő estig fennmaradok, palacsintát hanzsolatok. Hogyha egyszer felnőtt leszek, madarakkal énekelek. Gyűjtök sobszkét, követ, botot, rendet rakni sosem fogok. Hogyha egyszer felnőtt leszek, építek egy játszóteret. Volna ott egy olyan csúszda, teteje az égig nyúlna. Hogyha egyszer felnőtt leszek, minden tengert felfedezek. Ugrálok a hullám hátán, lovagolok majd egy cápán. Hogyha egyszer felnőtt leszek, nem maradok többé gyerek. Addigra már az is lehet, nem akarom mindezeket. Hogyha egyszer felnőtt leszek, gyerekeket nevelgetek. Bölcsőt ringat majd a kezem, nem lesz időm semmire sem. Hölgyeim és uraim, kedves közönségünk, az óvisok bebizonyították, hogy nincs okunk aggódni,
igazán nagyon aranyosak voltak, köszönjük nekik. Most pedig következik a Pécs-Baranyai Kulturális Szövetség által adományozandó nívódíjak átadása. A beérkezett nívódíj pályázatokat a szövetség felkért szakértői értékelték, munkájukat ezúton is köszönjük. Tiszteletem felkérem dr. Zeller Gyura elnök urat és dr. Bokor Béla alelnök urat, hogy szíveskedjenek átadni a díjakat. Közösségi művelődési kategóriában a szövetség nívódíjjal ismerte el a Pécsváradi Várbaráti Kör Egyesület tevékenységét. A Várbaráti Kör 38 évvel ezelőtt, 1981. november 12-én alakult 40 fővel abból a célból, hogy a város kulturális és természeti örökségét ápolja, közismertté tegye, a lakosok közösségi tevékenységét aktivizálja. A Várbaráti Kör munkáját és annak szellemiségét áthatja a hallatlanul gazdag történeti, kulturális hagyaték, amellyel a kisváros büszkélkedhet. A kutató-gyűjtő előd Gállós Ferenc munkássága nem csak szellemi örökséget, hanem felelősséget is hagyott az utókorra. A kör alapító tagjai élükön Gállós Orsolyával és Drecki Katalinnal ennek az örökségnek és felelősségnek a birtokában kezdték el munkájukat a Fülep Lajos Művelődési Központ támogatásával. A sok együtt végzett munka, közös kirándulás, megemlékezés közösségé formálta a benne ténykedőket az elmúlt évtizedekben. Kiemelt feladatuknak tekintették a vár megmentését, felújítását, amely 1981-ben még nem volt látogatható. A kör tagjai 1982-től tavaszonként megtisztították a vár rendezetlen környékét, ami azóta közpark. Újraélesztették Szent István kultuszát, hisz a pécsváradi várat az államalapító tette térítő központtá, és az a város életében a mai napig kiemelkedő jelentőséggel bíró hely. A pécsváradi várbaráti kör kapcsolatban áll a Szent István kör a pécsváradi vár kutatóival. Figyelemmel kíséri munkájukat, azokat rendszeresen bemutatja a város rendezvényeihez csatlakozva. A kör emléktáblákkal jelölte meg a jeles személyiségekhez, mint Kodolányi János, Széchenyi István, dr. Encz Béla, Andor Ilona személyéhez fűződő helyeket, épületeket, és a tábláknál évfordulós megemlékezéseket tartanak. Helyreállították az első világháborús, és létrehozták a második világháborús emlékhelyet, ahol halottak napján gyertyát gyújtanak. Számtalan programot valósítottak meg, amellyel a maguk épülésén túl hozzájárultak Pécsvárad kulturális életének fejlődéséhez. Elősegítették, hogy a helyben lakók megismerjék városuk történetét, és egyre jobban kötődjenek fizikálisan és több száz kilométerről érzelmileg is szülővárosukhoz. Gazdag dokumentumgyűjteményt gondoznak, ezek segítségével könyveket jelentettek meg. Kiadták a Pécsváradi Füzetek kis monográfia sorozatát, mely Pécsvárad egy-egy történelmi eseményét dolgozza fel. A lakosok összefogásával és adományaiból hozták létre a helytörténeti gyűjteményt egy múzeum céljából. A kör tagjai tevékeny részt vállaltak a zengő természeti értékeinek védelmében, amikor több civil szervezettel együtt megakadályozták a katonai lokátor építését. Tavaly 27. alkalommal rendezték meg az óév búcsúztató zengőtúrát, amely mára már országos hírű esemény. A mai vezetőség és tagság dr. Bíró Ferenc elnökletével az elődök hagyományaira támaszkodva újabb generációkat bevonva végzi tevékenységét. Elismerve és tisztelve mindazok munkáját, akik az elmúlt évtizedekben irányították, segítették a közösséget, a Pécsváradi Várbaráti Kör kiérdemelte a Pécs-Baranyai Kulturális Szövetség nívódíját. Az Egyesület elnökét kérem, dr. Bíró Ferencet, hogy vegye át a nívódíjat.
nagyon köszönöm, hogy megtisztelő ez a, úgy érzem, a várbaráti körnek is természetesen, és a városnak is. Magam alapító tagja voltam, mert úgy érzem, hogy ez a sok elhangzott méltató szó előző elnököt és titkárt illeti, akik több mint 30 éven keresztül vezették az egyesületet. Én csak 3 évehez vagyok olyan elnöki. Hát azt tudom ígérni, hogy minden meg fogjuk tenni, hogy a elnöki munka, hogy a jelenlegi munkán haladva megbízzük nem csak a város történeti értékeket, hanem ebben a gondolom, hogy szolgáljuk hazánk kultúráját is. Köszönöm. A következő nívódíjat művészeti tevékenységéért a Pécsi Művészetbarátok Klubjának ítélte oda a szövetség. A Pécsi Művészetbarátok Klub 2005-ben alakult. A csoportnak 2006-tól a Voke Vasutas Művelődési Ház ad otthont Pécsett, ahol havonta tartják összejöveteleiket. Tagjaik száma mintegy 30 fő, az évek előre haladtával nagyobb részt nyugdíjas korúak, de az aktívan dolgozó korosztály is szívesen tölti e klubban szabadidejét. Részben amatőr alkotóművészek, részben a művészetek iránt érdeklődők alkotják a csoportot. Programjaik tükrözik érdeklődési körük kettős voltát. Közülük többen a pécsi Medgyessy Ferenc művészeti műhelyben is tevékenykednek. A klub első vezetője Nőtt Béla volt, aki a Pécsi Műhely Galéria tulajdonosaként igen sokat tett a város kulturális életéért. 2006-tól dr. Sikó Ágnes nyugalmazott egyetemi adjunktus irányításával működtek, majd 2018-ban Stirling Zsolt vette át a klub vezetését Kackó Magdolnával együtt. A csoport művészeti vezetője hosszabb időszakon keresztül dr. Pantúr József festőművész, művészettörténész volt. A klub rendszeresen tart művészeti előadásokat vetítéssel, ahol meghívott előadók vagy a tagok osztják meg tudásukat, tapasztalatukat, élményeiket az érdeklődő hallgatósággal. Évenként 4-5 alkalommal csoportos kiállításokat szerveznek, valamint tagjaik 8-10 alkalommal önállóan is bemutatkoznak Pécsett, a Delanta Galériában, a Vasutas Galériában, a Tudásközpontban, az Apácai Nevelési és Általános Művelődési Központban, valamint Baranya megye több településén. Résztvevői voltak a nemzetközi vasutas alkotótáboroknak Tokajban, s évtizednyi idő óta aktívan közreműködnek a Kővágószőlősi alkotótáborban. Tevékenységüket mindennél jobban mutatja be a nyilvánosságot vonzó kiállítások sora, ahol a csoport tagjainak pasztellel, akvarellel, olajjal, akrillal és vegyes technikával készült művei kerültek bemutatásra, s tették ismerté alkotóikat, városunk polgárai előtt. Felkérem a klub jelenlegi vezetőjét, Stirling Zsoltot, és korábbi vezetőjét, dr. Sikó Ágnest, hogy vegyék át a díjat. Baranyai Kulturális Szövetség és a Határokon túli Magyarságért Alapítvány elismerő okleveleinek átadása. A Pécs-Baranyai Kulturális Szövetség és a Határokon túli Magyarságért Alapítvány közös elismerő oklevelet adományoz dr. Vég József részére 80. születésnapja alkalmával több évtizedes kultúra közvetítő és közösség szervező tevékenységéért. 6 évtized telt el azóta, hogy a Pécsi Pedagógiai Főiskola hallgatójaként az 1958-59-es tanévben bekapcsolódott a fakultatívan választható népművelési szakkollégium munkájába. Korábbi munkahelyein például Pécsváros Művelődési Háza, Pécs Megyei Jogú Város Tanácsa fő tevékenységként népművelői, kulturális szervezői munkát végzett.
A későbbiekben a Baranya megyei tanácson, illetve a Baranya megyei önkormányzat hivatalában is olyan munkaköre volt, amelynek keretében kezdeményező és szervező munkájával részt vehetett a baranyai kulturális értékek külföldi megismertetésében is. Egyik alapítója, 11 évig titkára, majd több mint 20 évig elnöke volt, jelenleg örökös tiszteletbeli elnöke, az 1974-ben létrehozott Pécsi Magyar-Finn Társaságnak, mely korábban elnyerte a Pécs-Baranyai Kulturális Szövetség nívódíját. A közelmúltig két évtizeden át társadalmi, civil közösségi önkéntes munkaként segíti a Határokon túli Magyarságért Alapítvány és a Megyeházi Nyugdíjasok Baráti Körének tevékenységét. Gratulálunk dr. Vég Józsefnek, és kérjük, hogy vegye át az elismerőket. Baranyai Kulturális Szövetség elismerő oklevelet adományoz Szentkereszti István részére 75. születésnapja alkalmával több évtizedes magas színvonalú alkotó tevékenységéért. 1982-ben került kapcsolatba a faragással az Orfői Fafaragó műhelyben. 1985-ben 41 évesen faragta ki az első olyan tárgyat, mely már magán viselte azokat a jegyeket, melyek a stílusát jellemzik. Fafaragó szerszámait saját kezűleg készítette. 1988-ban kezdett el intenzíven faragni, majd az Orfői Fafaragó műhellyel közösen rendezett pécsi kiállításon jelentkezett először a nyilvánosság előtt a fafaragásaival. 1989-ben Harkányban a Baranya megyei népművészeti kiállításon kiállított tárgyaiért nívódíjat kapott. Balatonlellén az országos faragó pályázaton elnyerte a fődíjat, Kapoli Antal emlékdíjat, valamint számtalan kiállításon vett részt idehaza és külföldön. 1989-ben népi iparművész címet kapott. 2000-ben Londonban a milleniumi ünnepségekre a Népművészeti Egyesületek Szövetsége 5 tárgyalkotó népművészt delegált. A faragó műfajt Magyarországról Szentkereszti István képviselte. Államalapításunk 1000. évfordulóján a Magyar Köztársaság Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának minisztere a népművészet területén elért kimagasló eredményeiért a népművészet mestere díjat adományozta számára. 2010-ben az Európa Kulturális Fővárosa programsorozat keretén belül a Tudásközpont könyvtár avatásával egy időben történt élete főművének az Újjászületés című szelídgesztenye fagyökérből faragott Pihenőnek a felavatása. Kérem Szentkereszti István urat, fáradjon ide és vegye át az oklevelet. Mert hogy Pécsváradon a Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában biztosított minden érdeklődő tanuló számára a zeneiskolai oktatás. Az iskolában az egyéni hangszeres oktatás mellett fúvós és vonós zenekar, kórus, valamint különböző összetételű hangszeres együttesek működnek. Választható hangszerek a hegedű, a furuja, a fuvola, a klarinét, a szaxofon, a trombita, a vadászkürt, a tenorkürt, a harsona, a tuba, a zongora, a gitár, a harmonika és a dob ütőhangszerek.
A zenei órák mellett a diákok aktívan vesznek részt hangversenyeken, zenei versenyeken és találkozókon, valamint zenei táborokban. A zeneiskola jelenleg 130 tanulóval működik, akik közül többen kiemelkedő munkájukkal és produkciójukkal gyakran szerepelnek Pécsvárad és a tágabb környezet kulturális rendezvényein. A mai napon fellépő növendékek az elmúlt és a jelenlegi tanévben színvonalas fellépéseikkel és versenyen, találkozókon elért sikereikkel bizonyították tehetségüket. Fogadják szeretettel műsorukat! Thank you.
Születésnapja alkalmával több évtizedes építészeti, alkotó és kultúra közvetítő tevékenységéért. Elsősorban Pécs történeti belvárosának rehabilitációjával foglalkozott. Elvégezte a Magyar Építőművészek Szövetsége mesteriskoláját, ezt követően a Pécsi Építész Iroda munkatársaként dolgozott, majd önálló tervező irodát alapított. Dévényi a 70-es évek közepén került kapcsolatba a Csete György által irányított Pécs csoporttal. Különleges, a magyar építészetben kiemelkedő munkája a korai posztmodern alkotások közé sorolható Egyetemi Pinceklub városképi szempontból meghatározó műve az aradi vértanúk útjának kialakítása. 1988-ban Pécs belvárosában végzett építészeti tevékenységéért Ébül Miklós díjjal tüntették ki. Későbbi ilyen típusú munkái közül mindenképp említést érdemel a pécsi Jókai tér kialakítása 2000-ben, és a budapesti Szent Gellért tér arculata a Forráskúttal 2003-ból. Első lakóépületei a 80-as években készültek el. Szívesen használt épületein kerámiát, gyakori alkotótársa volt Dobány Sándor keramikus művész. Legkiválóbb példái a lakodalmas ház, a római udvar, valamint 1985-ben az év lakóháza építészeti nívódíjjal elismert Villám sújtotta ház. 1989-ben a Kóskároly Egyesülés egyik alapítója, többek közt Makovec Imrével, akit mesterének tart. Több munkáját is kiállítják a Velencei Építészeti Biennálé Magyar Pavilonjában. 1997-ben a Magyar Művészeti Akadémia tagjává választották, ahol jelenleg a Művészeti Akadémia alelnöki feladatait is ellátja. 2004-ben Prima díjat kapott. Gratulálunk több évtizedes, magas színvonalú építészeti, alkotó és kultúra közvetítő tevékenységéhez. Az elismerő oklevelet egy későbbi időpontban veszi majd át Dévényi Sándor, mert jelenleg életmű kiállítását rendezi Budapesten. A határokon túli magyarságért alapítvány kuratóriuma elismerő oklevelet adományoz Romfeld Ákos részére 80. születésnapja alkalmával. Az Erdélyből származó afiabb fotóművész 20 éve él Magyarországon. A környéken neve nem ismeretlen, hiszen a Villányi Művelődési Ház igazgatója volt nyugdíjba meneteléig. A fotóművész fényképeivel hidat szeretne építeni szülőföldje és az anyaország között. Korábban Balánbányán fotóriporterként dolgozott, újságot írt és szerkesztett. Megalapította és vezette a Bányász Fotóklubot, mely rövid idő alatt országos és nemzetközi hírnevet szerzett. A Nemzetközi Fotóművész Szövetség elismerésével több mint 250 fotókiállításon szerepelt. Emlékezetesek Baranya megye több településén és a Határon túli Magyarok Fesztiválján évről évre megrendezett fotókiállításai, tárlatvezetései.
Gratulálunk Kronfeld Ákosnak, és kérem, hogy vegye át az elismerő oklevelet dr. Bokor Béla kuratóriumi elnök úrtól. Magyarságért Alapítvány elismerő oklevelet adományoz dr. Görcsös Judit részére 70. születésnapja alkalmával, kultúra közvetítő és közösségszervező munkájáért, több éves elkötelezett alapítványi titkári tevékenységéért, önzetlen segítségéért. 1978-ban diplomázott a Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán. 1990. novemberétől Kökény és Pogány községek önkormányzati képviselőtestülete körjegyzőjévé nevezték ki, ahol feladatait több évtizeden át szakmai hozzáértéssel végezte. A munkavégzés mellett a községek közművelődési és kulturális tevékenységének szervezésében aktívan közreműködött. E tevékenysége során került kapcsolatba a Baranya megyei kulturális központtal és a Határokon túli Magyarságért Alapítvánnyal. Intenzívebben bekapcsolódott a Határokon túli Magyarságért Alapítvány munkájába, több alkalommal részt vett horvátországi, vajdasági és erdélyi magyar kulturális programokon, eseményeken. Több éve, mint az alapítvány kuratóriumi titkára, önkéntesként, lelkiismeretesen segíti az alapítvány működését. Gratulálunk és kérem dr. Görcsös Juditot, hogy fáradjon ki az elismerőket. Baranyai Kulturális Szövetség hagyományosan a Magyar Kultúra Napján együttműködve más kulturális társszervezetekkel lehetőséget nyújt elismerések átadására. A Magyar Népművelők Egyesülete Baranya megyei szervezete minden évben a Magyar Kultúra Napján a baranyai kultúra jeles személyiségeiről elnevezett Lemle Géza díjjal ismeri el tagjai kiemelkedő közművelődési, közösségszervezői, az Egyesületben végzett aktív tevékenységét. A díjat évenként egy fő kaphatja meg. Az Egyesület elnöksége a Lemle Géza díjat Bognár Gyöngyvérnek, a Pécsváradi Fülep Lajos Művelődési és Sportközpont igazgatójának, az Egyesület tagjának ítélte oda. Bognár Gyöngyvér 1998-tól dolgozik művelődés szervezőként a közművelődésben, a Pécsváradi Kulturális Élet lelkes szervezője, a helyi művelődési központ igazgatója. 2015-től a Pécsváradi Várbaráti Kör titkára, több más civil kulturális szervezetnek és közösségnek is tagja. Tevékenységének fontos része a leányvásárok szervezése, a művelődési házban működő művelődési körök támogatása. Szerkesztője a Pécsváradi Hírmondó újságnak. Több mint egy évtizede a Baranya megyei Népművelők Egyesülete aktív tagja. Tevékenységével hozzájárul az Egyesület programjainak sikeres megvalósulásához. Közművelődési, szakmai és az Egyesületben végzett tevékenységéért az Egyesület elnöksége 2019-ben Lemle Géza díjjal ismeri el. A díjat jelképező oklevelet Nagy Sándor, az Egyesület elnöke adja át. Thank you.
Tisztelt ünneplők, kedves vendégeink! Az idei esztendőben a Pécs-Baranyai Kórus és Zenekari Szövetség nem itt ünnepel, mert ezekben az órákban Komlón a városi ünnepségen köszöntik Tóth Ferenc Lisztdíjas karnagyurat 90. születésnapja alkalmából. Csak néhány gondolatot említek meg Tóth Ferenc munkásságából. 1954-ben neki is köszönhetően nyílt meg Komlón a zeneiskola. 1957-ben kezdett tanítani a belvárosi iskolában. Tóth Ferenc zenepedagógusi karnagyi tevékenységét egész szakmai életén keresztül jelentősen áthatotta Kodály Zoltán szellemisége. Kórusa nagy sikerrel szerepelt a Bartók Béla Nemzetközi Kórus versenyen. 1972-ben alapította meg a Gyermekkórus Fesztivált, melyet azóta is két évente megrendeznek a városban. 1982-ben Tóth Ferenc volt az első énektanár, aki a munkásságáért Lisztdíjat kapott. Két alkalommal Komló díszpolgára kitüntetést vehetett át. 2015-ben életművéért a Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozata kitüntetésben részesült, mint tanár, iskolaépítő, iskolaalapító, helytörténész. A zeneoktatásról előadás sorozatot indított a Komlói Színházban. 2018. októberében a Magyar Művészeti Akadémia zenepedagógiai díját vehette át. Gratulálunk, és innen is nagyon jó egészséget, további sok sikert kívánunk még Feri bácsinak. Egy pici személyesség csak, hogy volt olyan szerencsém, hogy én kollégája lehettem majdnem 10 évig. A következő elismerő oklevelet dr. Szabó Szabolcsnak ítélte a Pécs-Baranyai Kulturális Szövetség 70. születésnapja alkalmával. Gratulálunk több évtizedes magas színvonalú zenepedagógiai, kultúra közvetítő és karnagyi tevékenységéhez. A karnagy úr szintén a komlói ünnepségen vesz részt, ahol ő is köszönti a 90 éves Tóth Ferenc karnagyot. Így az oklevelét majd későbbiekben adjuk át. De azért néhány szó róla is. Dr. Szabó Szabolcs 1981-től a pécsi tanítványai, irodalmi és nyelvi, országos és megyei versenyeken többször szerepeltek sikerrel. 1969 óta az országos hírű pécsi spirituálé kvartett tagja. 1978-tól a Komlói Pedagógus Kamarakórus alapító karnagya. Az együttessel Európa számos országában vendégszerepelt. Elért eredményeiből néhány: Bárdos Lajos emlékérem, Kodály Zoltán emlékérem, közművelődési díj, miniszteri dicséret, Lővei díj, Lőveiért alapítványi díj, a Kodály Zoltán Társaság pécsi tagozatának vezetőségi tagja. Még egyszer gratulálunk minden díjazottnak! A felvidéki magyarság immár 70 éves Csemadok szervezetének örökös, tiszteletbeli elnökéről, Fábri Zoltánról elnevezett díját olyan nem felvidéki személyiségek kaphatják meg, akik a Kárpát-medencei magyarságért tevékenykednek. Az idei évben a Magyar Kultúra napján a Csemadok országos szervezetének döntése alapján dr. Bokor Béla kapta meg a kitüntetést, aki 1992-ben felvidéki és horvátországi partnereivel kezdeményezője volt a pécsi székhelyű határokon túli magyarságért alapítvány megalapításának, és amelynek a megalakulása óta kuratóriumi elnöke. Dr. Bokor Béla több mint 4 évtizede elkötelezett és kitartó törődéssel segíti és támogatja a Kárpát-medencei magyar kultúra közvetítését, a magyarság közösségeinek találkozásait, a határoktól független információcserét. Kezdeményezéseinek köszönhetően folyamatos a határon túli magyar szervezetekkel való élő és aktív kapcsolat, az egymásra figyelés, a bajba jutottakon való segítés, az értékek közvetítése, a tudás átadás.
Színvonalas és kitartó tevékenységének köszönhetően már a szerte a Kárpát-medencében ismert és elismert, a magyarság kultúrájáért felelősséget vállaló és aktívan cselekvő emberként ismerik. Kitüntetéséhez valamennyien szívből gratulálunk. Ezért érdemes díjakat átadni, mert akkor te is kaphatsz. De félretéve a tréfát, ugye én tegnap előtt vettem át ezt Felvidéken, ezt az Országos Kultúra Napi Ünnepségen odaítélt díjat, Fábri Zoltán díjat, Vox Humana elnevezéssel, és nem nagyon tudtam róla, arról meg végképp nem, hogy itt is köszöntenek. Nagyon szépen köszönöm. Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, végezetül szeretném Önöket meginvitálni a színházterem előtti kiállító térbe, ahol nívódíjasaink a Pécsi Művészet Barátkör tagjainak kiállítását tekinthetik meg. Nagyon köszönöm megtisztelő figyelmüket, azt, hogy együtt ünnepeltek velünk, és találkozunk jövőre is itt a Magyar Kultúra Napján. Viszontlátásra!